Az összefogást és közösségteremtést szeretné erősíteni a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a helyi gazdasági társaságok és a civil szervezetek között. Ennek érdekében közös tanácskozásra hívták kedden az érintetteket a gazdaságházába. A kamara vezetője úgy véli, hogy csak akkor lehet közös célokat elérni, ha a siker érdekében összefognak a különböző szektorok képviselői. Most, amikor a gazdaság nehézségekkel küzd, az Európai Unióban szinte mindenkivel harcban állunk. Én azt hiszem, hogy óriási összefogásra van szükség, egységes belső magyar kommunikációra és közös tevékenységre, cselekedetre. Székesfehérvár alpolgármestere is örömét fejezte ki az összefogási szándékkal kapcsolatban. Róth Péter szerint most, amikor az önkormányzatnak feszesen kell tartania a költségvetését, a lehető legjobbkor jön a gazdasági élet szereplőinek a segítsége. Az önkormányzat nem tud annyit áldozni a civil szervezetek támogatására, mint a korábbi években. A gazdasági életszereplői, legalábbis akik megtehetik, azok szükségét érzik a társadalmi felelősségvállalásnak. A székesfehérvári politikusok és a civil szervezetek már bebizonyították, hogy tudnak sikeresen együtt dolgozni. Ehhez a körhöz csatlakozik most a gazdasági szektor. A cél pedig az, hogy az együttműködés tovább erősödjön.